Ezek a felvételek még a tavalyi télen készültek, de az iskolai osztályok korcsolyáztatása az idén is töretlen népszerűségnek örvend. A fiatalok közül az általános és a középiskolások is rendszeresen használják a szigeti műjégpályát, reggeltől kora délutánig, tehát házas a létesítmény. A diákok közül a legtöbben örülnek a lehetőségnek, és annak, hogy az osztályterem helyett a szabad levegőn sportolhatnak. Szerintem nem nyűg, egyáltalán nem rossz, mert amúgy különben ez egy nagyon jó sport, és nekem tetszik, én lejárok, amikor van kedvem, vagy éppen amikor ráérek. A fiatalok közül többen évek óta visszajáró vendégnek számítanak, ami a korcsolya tudásukon is meglátszik. Egyre otthonosabban mozognak a jégen, köszönhetően az elmúlt évek gyakorlásának. Az a helyzet, hogy 8 osztály van ugyebár az iskolánkban, és hetekre bontjuk föl, minden esetben kedden jön az iskola. Az első héten az első, második, harmadik osztály, a második héten a negyedik, ötödik, hatodik, és a harmadik héten pedig a 8. és a 7. A Balu TSE oktatói igény esetén segítséget is tudnak nyújtani a fiatalok számára, hogy elsajátítsák az első lépéseket, vagy éppen csiszolják a már meglévő tudásukat. Nem az iskolai korosztály azonban az első, ahol már tartanak oktatásokat. Legfőképpen egyébként az óvodák azok, akikre még ráfeküdtünk az elmúlt egy-két évben. Hát 4:30-től 5:30-ig rendszeresen hétfőket, szerda, csütörtökön tartunk nekik oktatásokat. Ezt buszos megoldással oldottuk igazából meg. Tehát megyünk értük, és a szülők nem az óvodába, hanem itt vehetik át majd a gyerekeket 4:30-kor. Ez hál' Istennek egy nagyon bevált módszer. Innen azért egész jól tudunk meríteni is, és ezzel a jégkorong társadalmat is azért szépen tudjuk fejleszteni. Az időjárás függvényében kora tavaszig várja a műjégpálya a diákokat, akik a tervek szerint ki is használják majd a lehetőséget. A fiatalok elmondták, a sportolás mellett az osztályközösséget is össze tudja kovácsolni egy-egy jégen töltött óra.